Kilencedik alkalommal szervezik meg a Tűzelvassal Fesztivált, azaz a Kovácsok, Késesek és Fegyverművesek országos találkozóját Székesfehérváron. A Skansen környékét a hétvégén így műves mesteremberek népesítik be, élettel telik majd meg a terület. Ez is a célja a rendezvényt szervező Fehérvári Kézművesek Egyesületének. Itt a Rácz utcában szeretnénk megmutatni azt, hogy milyen szép ez az utca, milyen szép a mi házunk, és hát a programjainkkal is szeretnénk megismertetni az embereket. A régi mesterségek a magyar kézművesség megőrzése és továbbélése érdekében életre hívott fesztivál ezúttal is számos kuriózumot tartogat. Ágyulövést nyitja a programot 10 órakor, a Rácz utcát késes fegyverművesek népesítik be, de a kézműves udvaron korabeli műhely is működik, majd lesz birkanyírás és üzem a Kovács műhely is, emellett lópatkolásra is sor kerül. Láthatják és hallhatják a vásári forgatagban Kunkovács László etnográfus előadását és a halfilézés mesterfogásait is megismerhetik egy szakácsó keretében az érdeklődők. A gyerekeket egész nap játszóházi foglalkozások várják, ahol a kicsik maguk is elsajátíthatják a játékkészítés csínyát A fesztivál úgymond Kamara fesztiválként fogadja a látogatókat. Itt nem a méretre utalunk a kamarajelzővel, hanem inkább az ember emberléptékűre, a szinte megérinthetőre, ami közeli és könnyebben átlátható, szemben az olyan nagy produkciókkal, ahol az ember, a látogató inkább csak fogyasztó. Ez interaktív fesztivál. Így, így gondoltuk a kamara A programot a Múzeumok Éjszakájának program kavalkádjához igazították a szervezők, hiszen itt segítik ráhangolni a sokadalmat az esti rendezvényekre. A skanzem mellett a szerb templom is megnyitja kapuit, a templomkertben pedig kirakodó vásár és ételkóstoló is várja a látogatókat szombaton 10 és 18 óra között.